Szevasztok! Az én nevem Malior, ez pedig egy játék ismertető a Kena Bridge of Spiritsről. Tudom, még bele sem kezdtem a mondani valomba, de már most előre jelezném, hogy igyekeztem mindent megtenni annak érdekében, hogy spoilermentesen oszthassam meg veletek a véleményemet erről az abszolút különleges játékról. Mivel akadt bőven mondani valom, úgy döntöttem, négy fő gondolat mentén fogom a játékot kicsit boncolgatni nektek, ezek pedig a következők. Történet, grafika, játékmenet, mondani való. No, de akkor vágjunk is bele. A történet. Kéne különleges világában egyedi famaszkokat faragnak az elhunytaknak. Minden ilyen maszk egy-egy élet elmúlását és annak lélek útját jelképezi a túlvilágra. A maszkok végső elporladása pedig azt jelképezi, hogy a maszkhoz tartozó lélek sikeresen átjutott a túlvilágra. Talán kitalálható, hogy nem minden lélek sorsa ilyen egyszerű. Vannak olyan lelkek, melyeknek a múltja tragédiával és szenvedéssel tűzdelt, így számukra ez az út járhatatlan. A világhoz láncolva kísértenek, és idővel veszélyessé válnak. Ide illeszkedik be főhősünk Kena, aki egy úgynevezett spirit guide, vagyis egy olyasfajta lélekpásztor. A lélekpásztor feladata, hogy a háborgó lelkek számára feloldozást biztosítson, és elirányítsa a megbékélt lelkeket a túlvilágra. Nem sok játékidő telik el, mire főhősünk néhány kóborló lélekre bukkan, akik segítségét kérik, és ekkor kezdődik meg Kena valódi kalandja, melyet a szellemekért és saját lelkének könnyítése érdekében próbál végrehajtani. Vannak azonban olyan titkok, amelyet megragadt lelkek sem tudnak, és ettől válik Kena kalandja igazi kalandá. A grafika. Talán ez az, ami az embereket már az első pillanatban magával ragadhatja, vagy éppen ellenkezőleg, totálisan eltávolíthatja a játéktól. Szerintem mondanom sem kell, hogy már a trailer videókban figyelemre méltó volt, hogy milyen alapos munkát végeztek. Azonban velem már sokszor megtörtént az is, hogy egy trailer nagyon jó volt, a játék grafika meg... hagyott némi hányingerrel vegyes szeretetérzés bennem. Mégis hogy tálalja ezt nekünk az Emberlab Studio? Ennél a játéknál ettől garantáltan nem kell félni. A játék eszméletlen gyönyörű átvezető videókat tartalmaz. Nem egyszerűen csak történeteket mesél, hanem a mesés grafikával mélyebb tartalmakat próbál átadni az elmúlás, összetartozás és elengedés témákban. Egyébként, hogy milyen sokrétű érzelmeket tud kelteni egy szimpla animáció, ezt ebben az esetben tökéletesen nyomon lehet követni. Ez esetben például rögzítve megtekinthető Kena arcmimikájának teljes animálása. Ha érdekel ez az extra tartalom, kattints a videó leírásban található linkre. Úgy gondolom, hogy az in-game animációk is sokszor lélegzetelállítóak. Egy pillanatig sem volt olyan érzésem, hogy kidolgozatlan lenne egy-egy videó vagy aktív játéktartalom. A csaták és a hozzájuk tartozó effektek, villanások, képességek egyszerűen annyira gördülékeny illeszkednek egymáshoz, hogy saját atmoszférát teremtenek. Bár néhol az volt az érzésem, mintha egy új Disney karaktert formáltak volna meg, higgyétek el nekem, hogy ez a karakter sokkal jobban sikerült egy átlagos Disney hercegnőhöz képest. A víz, a robbanások és egyszerűen a lélegzetelállító és már-már filmbe illő megemlékezések, amik a játék közben lépten nyomon jelen vannak, egyszerűen magával ragadnak. A tájak, ahol Kena kalandjában megfordul, részletgazdagok, az árnyékok és effektek jól kidolgozottak, a szél, ahogy időnként belekap a fákba, a fűszálak, ahogy mozognak, a rotok mozgása is, hát úgy na. Minden, ami a grafikát illeti, szerintem nagyon a helyén van. A játékmenet. Akció-kalandjáték kategóriában szerintem hozza az elvárt szintet, sőt, időnként talán túl is teljesít. Ahogy a történet halad előre, az ellenfelek kombinációja sokszor elkerülhetetlené teszik, hogy újonnan tanult képességeket is muszáj legyen bevetnünk. Az egyes fejezetek végén lévő ellenségek harci komplexitása fokozatosan nő, és mire a játék végére érünk, egészen változatos módon kombózhatjuk a képességeinket. Amit a saját tapasztalatomból minimális spoilerként mondhatok, hogy a legutolsó ellenfél azonban a többihez képest valahogy túl komplexre sikerült. Úgy, hogy sokféle játékot játszottam már, nekem meggyűlt vele a bajom. Bár lehetséges, hogy a harc hossza maga inkább, ami el lett szabva a többihez képest, a komplexitás pedig, ha értjük pontosan a csatát, annyira nem nagy akadály. De nekem azért okozott egy jó másfél óra kellemetlen fejfájást. Kalandjátékhoz illően egyébként többféle gyűjthető bigyó van, ezek közül a csatákban a bátorságot, amúgy pedig kalandozásaink során főleg a karmát és rotokat gyűjtögessük. A karma elérhetővé teszik Kena speciális képességét, avagy tovább erősíti azokat, illetve bizonyos rotok által használható képességet nyithatunk meg vele. A rotok meglehetősen félénk lények. Az ő képessége aktiválásához szükséges a csatákban a bátorságpontokat gyűjtenünk, egyébként Kena ezzel is azt sugalja nekik, nincs mitől félniük. A rotok félénkségük az híven bujkálnak a játékban. A mi feladatunk az, hogy a lehető legtöbbet megszerezzük, ezzel bátorítva a már meglévő rotokat. Mit is értek ez alatt? Minél több rotot találtunk már meg, annál több alapbátorságponttal kezdhetjük a csatákat. Ezeken felül továbbá opcionálisan gyűjtögethetünk egy kék kristályvalutát, melyel a rotokat tudjuk picit személyre szabni, amennyiben megtaláltuk a sapkájukat. Igen, jó hallottad.
Lehet a rotokat csapkákba és maszkokba öltöztetni. De ez inkább csak a cuki faktort akarta növelni, nem ad semmi extrát a játékhoz. Ami még kalandjainkat egy kicsit színesebbé teheti, az a főfalut elemésztő rothadás ellen szolgáló, úgynevezett spirit mélek. Ezeket a borítékokat visszavihetjük a faluba, és ezzel az ott raboskodó lelkeket engedhetjük át a túlvilágra. Ezekért egyébként az előbb említett bigyók közül kaphatsz általában kék kristályt és karmát, maszkot vagy sapkát, és egy mini videót. Visszatérve még egy picit a csatákra, általánosságban elmondható, hogy egy idő után érdemes megpróbálgatni a tökéletes állítást, mivel bátorságpontot is ad, illetve megszakítja az ellenfél rohamát. Minden nagyobb szörnynek egyébként van valami gyenge pontja, amit ha sikeresen eltalálunk, az extra sebzésen túl bátorságot is kapunk, ezzel is felgyorsítva a hátralévő csata menetét. Mindig próbál képességeket kombinálni. Nem egy Devil May Cry-t elképzelni, de a látvány és a dinamika szerintem kárpótolni fog. Egy szónak is száz a vége, a kalandjátékok kategóriában a jól megszokott gyűjtögetés és fejlődés mentén bontakozik ki a történet, a csaták dinamikusak, az ellenfelek meglehetősen változatosak, és van bőven gyűjthető tárgy a játékban. A mondani való. Ahogy említettem, a játék talán mélyebb mondani valója az elmúlás, a ragaszkodás, az elengedés és megbocsátás témaköröket bontszogatja kissé. Ezek a témák talán a fiataloknak lehet, hogy még nem annyira kiforrott értékek, de szerintem a játék remek beszélgetési alap lehet, ha az előbb említett témák bármelyikről is esik szó. Mivel ezek komplexebb témák, és nem célja a videómnak, hogy a négy témakör bármelyikét most kibontsam, lépnék is tovább. Sőt, rögtön fel is hívnám a figyelmet talán az egyetlen számomra csalódást okozó tényre. A játék hossza. Nem mondom, hogy hibát látnék a történetben azért, mert rövidre sikeredett, de én bőven látok benne még tartalmat, amit nem nagyon bontottak ki. Lehetséges, hogy pont ez volt a cél, hogy a játékosok saját életükben keressenek példákat, de nekem ez egy pici csalódást okozott. Manapság a kalandjátékokra, főleg erre a fajtára, ami komolyabb témákat gondolgat, nem gondolom, hogy csak 10 óra tartalommal kellett volna készülni. Ennek az egésznek szerintem jóval hosszabbnak és talán még egy picit több rétegűbbnek kellett volna lennie. Azonban ez senki ne tántorítson el a játéktól. Azt a 10 órát bőven megéri. Ami az árat illeti? Bár drágának tűnhet manapság 10 óra szórakozásért ennyit kiadni, de ami kicsiket és nagyokat is egyaránt le tud kötni, olyat ritkán találsz a piacon. Ritka az olyan játék, ami magát a túlvilágot, az elmúlást és az összetartozást ilyen mértékben kiemelni, és mégis a tartalom komolysága mellé humort, szórakozást és tényleg mély érzelmeket párosít. Végezetül azért gondolom, hogy ez a játék abszolút különleges, mert kicsit olyan, mint a kis herceg, amit akárhányszor el lehet olvasni, mindig találunk benne valami újat, valamit, amit nem értettünk vagy félreértettünk, és ennek tetében annyi réteggel rendelkezik, hogy minden korosztály más és más érzelmi és erkölcsi tanulságot vonhat le belőle. Amennyiben még nem játszottál a játékkal, remélem ettől a videótól kedvet kaptál hozzá. Köszönöm, hogy megnézted az ismertetőt, ha szeretnél véleményt megosztani, tedd meg a komment szekcióban a videó alatt, ha pedig élőben szeretnéd kommentelni a streamen, látogass el a videó alatt található Twitch linkre. Ha szeretnél további hasonló tartalmakat még, kérlek dobj egy lájkot és egy feliratkozást a YouTube csatornámra, ha újabb videót készítenék, akkor azonnal értesülhetsz róla. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!